Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Igen, jól látják, itt van ifjú Lomnici Zoltán alkotmányjogász nálunk. Köszönöm, hogy időt szakított ránk. Köszönöm szépen a lehetőséget. És akkor nézzük azt, hogy hol vannak a fiatalok Amerikában. Ez úgy jutott eszembe, hogy végignézem ott a kongresszust, meg végignézem. Néha ugyan írva vagyok, hogy adjunk tiszteletet a nálunk idősebb embereknek, meg különben is jár nekik. De hát van, aki szellemileg olyan állapotban van, hogy rá lehet a közt bízni, és vannak olyanok, akikre nem lehet. Először is, miután azt hiszem, hogy hosszabb idő elteltével vagyok itt, remélem mindenkinek jól teltek, hiszen ebben a tévében fontos tisztelettel köszönteni a vallásos zsidó közösséget, jól teltek az ünnepek. Igen, ma a Dimleszim, már így akartam kezdeni, csak nagyon belevágtam, mert ugye ilyenkor negyedik fél ünnepen így köszöntjük egymást sátoros ünnep idején. Igen, legutóbb a szukkot. Velem rossz lóra teszel, mint ahogy fogalmazott, most ezt ma olvastam reggel, az iráni vezető rossz lóra tesz az, aki Izraellel barátkozik, velem meg rossz lóra tesz az, aki az idős emberek kritikáját várja. Tehát persze ezt kezeld a helyén, ezt a kijelentésemet. Én mindig is amellett voltam, és erre önző érdekem van, mert én is szeretnék megöregedni, hogy az idős emberek mellett álljak ki. Szerintem én meg védem a mundér becsületét, nekem nem az idős emberekkel van bajom, hanem az olyan emberekkel, akik nagyon jó fejek, nagyon sokat tettek a közért, gyönyörű életpályájuk van, de ma már alkalmatlanok arra, azon kívül, hogy örökké becsüljük tejékérőket, hogy döntsenek a közről, a köz mindennapjairól. Hisz lehetetlen az, hogy Putyin elnök döntsön arról, hogy megnyomja a gombot, vagy nem nyomja meg a gombot, és minek után nem csak ő nyomkodhatja a gombot, hanem van Amerikában, Amerikának is egy elnöke, aki nyomkodja a gombot, és hogyha valaki ellen impeachment van már, akkor lehet, hogy abba például ez is közre játszik. Igen. Így pontosítva. Egy bővített mondatot engedj, akkor nem gondoltam, hogy rossz szándék lenne a kérdés mögött. De egy bővített mondatot engedj meg, mert azt láttam az elmúlt időszakban, hogy a liberális jobboldali médiában és egy vezető újságíró, és a liberális baloldali médiában is egy vezető újságíró arról írt, hogy túl idősek az amerikai vezetők. Feinstein szenátorasszony, aki nagy tekintélynek örvendett, demokrata volt, nem régiben elhunyt a napokban, de őt is rendszeresen felszokták emlegetni, de Mitch McConnell, aki már kétszer lefagyott, tehát szó szerint ilyen egy-másfél perces merev állapotai voltak sajtótájékoztató közben, őt is szokták emlegetni ebben a körben. És hadd szögezzem le, hogy az időskor, a demencia és a különböző betegségek, az nem ugyanaz. Az itt nem kell egyenlőségjelet tenni, és elnézést, hogy ilyet mondok, de régen idősnek számító, vagy idős emberekhez kapcsolt betegségek, nem vagyok orvos, hadd fogalmazzak pongyola módon, mint a stroke, vagy a szívinfarktus. Ma már 30 vagy 30 alatti embereket is sújthatnak. Tehát hogy értelmes legyen a mondani valom. Mondok egy példát. A francia szenátus elnöke betöltötte a 80-at. Egy jó húsban lévő, pirosposgás, vidám emberről van szó. A szellemi színvonala az maximumon van. És van olyan 80 éves, akinek ez nincs meg, aki nem alkalmas, függetlenül egyébként is ilyen, bocsánat megint, hogyha tiszteletlennek tudok, nem akarok, egy Michael J. Fox,
Ő nem egy idős ember, de mindenre alkalmatlan. Tehát azt gondolom, hogy a betegséget, a szellemi állapotot, azt az életkortól válasszuk el. És én már élő példa a Henry Kissinger, aki még ma is élvezhető. Hát ő a kedvencem, őt akartam a végére hozni, de őt már nem kell. Szóval én azt gondolom, hogy akinek egészségügyi problémái vannak, és ez akadályozza őt abba, hogy ellássa a hivatalát neki, hogyha nincs önkontroll, akkor külső törvényes eszközökkel kell, hogy szembenézzen egy elmozdítási eljárással, de az, hogy és valóban Joe Biden néhány gesztusa határos azzal, amit mondtam, de mondjuk ott van Donald néha Trump. Néha aggodalomra adok ott. Így van, de ott van Donald Trump, aki talán egy vagy két évvel fiatalabb nála, és remélem jól mondom, és ő pedig teljes mentális, pszichikai, sőt fizikai egészségnek örvend. Mennyire tud a demokrata kormány erősíteni? Most ugye a nagy terv, amit bele csaptam a témába, az az, hogy hát, hogy mennyire Biden áll mögötte, de hogy Riádot és Jeruzsálemet, hadd mondjam így, összehozza. Két miniszter is járt már, ezt azt hiszem neked nem kell magyaráznom, talán a kedves nézők közül nem mindenki figyelte ezt a folyamatot. Naponta beszámolunk róla, persze, pontosan. Akkor csak ismétlés a tudás anyja elv mentén. Tehát most már két miniszter járt Szaúd-Arábiában, és olyan kommentek is vannak, hogy ez a 2024-ben újraindulni szándékozó Joe Biden egyik nagy külpolitikai sikere lehet, hogyha összehozza Szaúd-Arábiát, amely egyébként jelezte, hogy ha Irán fegyverkezik, akkor atomhatalommá kíván válni, és most ezt már csöndben jegyzem meg, biztos külpolitikai szakértők mögött látnak az izraeli közeledés mögött egy olyat, hogyha Izraelhez közeledik Szaúd-Arábia, talán könnyebben kap a nemzetközi közvéleménytől is zöld lámpát ahhoz, hogy atomhatalommá váljon. A mai legfrissebb hírek szerint Iránnak mindene kész van arra, hogy napokon belül élesíteni tud. A kérdés, hogy Izraelen kívül más is aggódik-e ezért kellőképpen. Úgy tűnik, hogy Szaúd-Arábia is aggódik. Igen. Igen, és valóban az iráni rezsim az fenyegetést jelent. Nagyon örvendetes lenne, hogyha a demokrata amerikai kurzusok, beleértve az Obama-Biden kurzus, hibás politikáját, Irán politikáját követően egy határozottabb és a valós veszélyeket felismerő külpolitika venné át a jelenleginek a helyét. Hát a legfrissebb hírek szerint az összezárolt pénzekhez az irániak hozzájuthatnak, és annak hiányában vannak, Amerika egy kicsit talán elgyengült. Viszont tényleg közel állnak a megoldáshoz, viszont ha a megoldás két-három hónapon belül nem jön létre, akkor éveken keresztül nem jön létre, idézett szabadon Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnöktől. Igen. Egyébként azt látom, hogy egyre inkább bejönnek a tervei, nem titkoltan örülök ennek, nem vagyok elfogulatlan a jelenlegi kormánnyal szemben, amely kapcsán gyarmati nagykövet úrral megállapítottuk, hogy itt nem kell címkézni, hogy melyik a szuverenista nemzeti vagy a jobboldali, itt inkább arról van szó. Mindenki nemzeti. Így van, hogy egy tapasztalt vezető által vezetett az ország érdekeit szem előtt tartó kormányzat, amely az igazságszolgáltatási reform kapcsán úgy tűnt, hogy egy ideig legalábbis, hogy fennakad. Mindig szoktad mondani, és nem felejtem el soha, hogy amikor viszont a légvédelmi szirénák megszólalnak, akkor mindenki egységesen. Épp ezt írtam le ide. Az ország védelmére országvédelmének szenteli magát. És erről szintén egyébként említettem, hogy van egy markáns Amerikában élő rabbinak, egy Amerikában élő rabbinak egy markáns véleménye, hogy az igazságszolgáltatási reform miért is jó Izraelben. Tehát nem egységes az álláspont, hogy az ottani reform az rossz lenne, káros. Én magam is beleásva magam azt mondom, hogy kifejezetten helyes.
ugyanis a fékek és egyensúlyok rendszere, ha fékek és ellensúlyok rendszerévé válik, és olyan hatalmat vindikál magának az egyik hatalmi ág, amely nem jár neki, hiszen nem közvetlenül választott tisztségviselőkből áll, és törvényhozóvá kíván válni, sőt végrehajtóvá kíván válni az igazságszolgáltató hatalom, annak törvényileg gátat kell szabni. Az ember a vendégeivel mindig egyet kell érteni, ez alkalommal ez nem fog menni, hisz az igazsági reformra szükség van, csak nem így. Igazsági reformokat nem kősziklákat teszünk odébb egyik persze a másikra, hanem egy nemzetről van szó. Egy nemzetről, aki már eleget szenvedett, egy nemzet, aki az új hazáját építi, és azt megpróbálja a legjobban. Egy ország, amelyiknek még nincs alkotmánya, tehát van még bőven mit csinálni, de azt konzenzus, tehát egyetért, de nem az egyik fele és a másik fele, ezen kívül nem a szerint választják meg az ország vezetőit, hogy nem ezt ígérték a választásokon, és nem erre adták le az embereket a voksot. Én, amióta itt vagyok, azóta nem járok haza szavazni, mert az embernek ott kell szavazni, ahol tejet vásárol. Viszont a véleményét elmondhatja, és harcolhat érte. Ezeknek nem az utcán kéne megtörténni. De ezek a tüntetések, amit nagyon nehéz tenni, hogy éppen ki tüntet ki ellen, mert az egyetértők tüntetnek, az egyetnemértők megint tüntetnek, általában ugyanott, ugyanolyan rendszerességgel, és igenis nagy bizalmat kell adni azoknak az embereknek, akik a szabad idejükbe, az ünnepeiken már 39. alkalommal kimennek az utcára, meg azok is, akik nem értenek egyet vele. Csak Isten óvja őket, hogy ebből polgárháború legyen, és bízunk benne, hogy a józanész győzni fog. És Benjamin Netanyahu amerikai útján azt ígérte, hogy igen, lassítani fogja, és ez úgy fog történni, ahogy a nem létező nagykönyvben meg van írva. Erre szokták mondani, amíg szabad, hogy nem értek vele egyet, de meghalnék érte. Szabad verzióban mondom, hogy elmondhassd a véleményed, úgyhogy igen. Az izraeli-magyar kapcsolatok is egyre jobbak lesznek. Erre bizonyára heteken belül több fontos találkozó is majd pecsétet fog tenni. Egy utolsó kérdésre van még időnk. Hogy lehetne javítani a magyar-amerikai kapcsolatokon, hisz szövetségesek vagyunk, de úgy látszik, hogy nem a legelkényeztetebb szövetséges, nem a legjobban dédelgetett szövetséges. Valószínűleg butának fogják bélyegezni a párhuzamomat, és én fel is vállalom, de nem olyan nagy szégyen az, hogy nem jár a Fehérházban addig magyar kormányfő, amíg például az izraeli kormányfőt nem fogadják. Biztos, hogy Sántit a párhuzam. Sajnos ezzel egyet kell, hogy értsek. De van egy határa annak, hogy valakit egy nemzetközi rendezvény folyosóján találkozik az ember vele, vagy meghívja. És olyan figurák voltak ott abban a székben a gondoló előtt, hogy helye lenne a számos más vezetőnek is. Erre is még a polgári új esztendő előtt sor fog kerülni, hogyha az információnk tökéletesek. Kedves nézőim, ugyan sokat nem hagytam beszélni, de itt volt velünk, és szellemét érezhették a képernyőn keresztül is. Ifjú Lomnici Zoltán, alkotmányjogász, a CÖF szóvivője és jogi tanácsadója, jól mondom? Mert ilyen is van, és ebbe a televízióban meg mindenkinek helye van, és mindenki elmondhatja szabadon a véleményét. Ez lesz ez perceken belül is, amikor érkezik hozzánk a Prima Ballerina, személyesen Bán Teodóra. Tartsanak velünk!